Hol hagyhattam egyet? De szerint egy még van valahol. Ez nekem egy nagy kérdés. Most viszont visszamennék Majulába és kezdenék valamit a lelkeimben. Hűha, erre azért én soha többé nem akarok átmenni. És nekem egy tervemben a játékot végigvinni New Game Plus-okban. Szerintem nekem arra még gyakorolnom kéne. Igen, megint ilyen kurva meglepő. Ja, ez így nem éri meg. Én köszönöm. Na, mit akarunk mi? Legyen 2001 életünk? Legyen hajn. Igen, és még... Na. És visszaváltanék a fattyú kardomra. Nem, de meg kell tudni, hogy hol vannak ezek a... Hol van az utolsó lélek dolog. Rendben, nekem elképzelésem sincs. Inkább csak nézzük meg, hogy a lelkeinkkel miket lehet kezdeni. Mert itt van nekünk egy ilyen Soul of Sorrow Alone. Menjünk el. Ideje, és nézzük meg, hogy milyen talán a kardját, vagy az armor setjét meg lehet szerezni. Nem tudom, arra tippelnék, hogy az armor setjét azt itt Majulában lehet megvásárolni. Neki tudjam. Ezek már lelkeket sem adtak? Vagy csak rossz szeretem, de vagy nem adnak lelket. Túl korán nyomtam a B-t. Oké, köszönöm, széttelted az ajtómat. Trades. Nem is tud semmit se kezdeni a DLC lelkekkel. Vagy ha nincsen elég lelkem hozzá. Fumultra, az már megvan nekem, baby. Én azt nem értem. Nem lehet felhasználni a lelkét a lónnak. De itt van, csak egy vakpöcs vagyok. Bevisd a lone sword. Katana forged from the soul of Sir Alone. Nem is tudom, hol... Szeretem a katonákat. A katonák azok jók. Gondolom az armorját is meg lehet akkor venni. Csak eleget kell vásárolni Molinnel, vagy hogy kell kiejteni nevét. Moglin, nem tudom. A néger faszi, aki ruhákat árul, hívjuk csak úgy. Ruhaárus. Nem kell kiemelni, hogy afro-amerikai. Igen, Majulában, meg eleve Drunk Lake-ben afro-amerikainak hívják a feketéket. Hello? Oh, hello again. Nagyon-nagyon elhanyagoltalak téged. Szóval azt hiszem, most költenék rád pénzt. És nem is tudom, mit vennék meg. Vegyük meg a Falconer szettet, és akkor lehet, hogy egy kicsit tovább fogunk haladni. Rendben. Lehet, hogy most már többet fog árulni. Nem, úgy festő még nem. Akkor lehet, hogy... Eleve lehet, hogy 10 000 lelket kell költeni, vagy nem emlékszem. Meg az is lehet, hogy csak le kell ülnöm a bonfire-höz, hogy kicsit átrendeződjenek a dolgok a karakterekkel. Egy próbát megér. Oh, I was hoping. I
stocked some new things and I thought you might be interested. I'm surprising even myself, to be honest. Na, valóban vannak új itemje, és valóban itt vannak a boss felszerelések. Itt van a Looking Glass Knight set. Ez azt hiszem a Lost Sinner-nek a setje. Smelter Demon set. Elite Knight set is itt van. Gondolom még több lelket kell költenem nála, hogy több dolgot kapjunk, vagy... Vagy csak siyen... Vagy csak siyen nem... Vagy csak... Vagy... Szerintem ezeket már hallottuk. Igen, már végeztem Ribbons. Biztos nincsen több lelkem. Elhasználtam volna mindent. Rendben, akkor azt hiszem már csak egy dolog maradt hátra. Először is cicamica. Meg kéne venni... Meg kéne venni ezt a gyűrűt is például. Így olyan könnyebben tudnék találni mondjuk Jolly Cop társakat is. Szóval ilyen... Ezek meg megérdemelték a kínhalált. Akkor vigyük el a koronát Vendrickhez. És nézzük meg, hogy kapunk-e valami új... animációt, vagy nem is tudom, minek kell neveznem. És azt hiszem, utána lezárhatjuk ezt a DLC-t, bár még a Smelter Demon-t meg kéne oldanom, de fuck this, én nem fogok azon átesni, mert kurvára ki van már a faszom is. Én végeztem egy életre, haver, mert még van hátra egy DLC-nk. Úgy értem, hogy ezzel a DLC-vel végeztem most én egy jó időre. Csak a lelkeket szerintem átküzdöm magam az itteni helyem. Köszönöm. Szóval, ja, höljük meg ezeket a seggfejeket, mert az ember formánkat nem kéne elveszíteni, szóval csak óvatosan. Na igen, ezek egyszerre ketten támadnak. Oké, ezek majdnem szarrá kombóztak. Lehet, hogy ez egy hibás döntés volt. De egy rippelt, és sok lelket adnak, szóval... Nem is tudom. Viszont közeledik egy másik is segíteni most már. Úgyhogy jól hallottam a lépteket. Szerintem rosszul hallottam. És valahol találnunk kéne még egy shardot, mert igazából 12 esztusza lehet egy embernek, nekem csak 11 van. De nem is volt olyan rossz. A nagy pajzsa egy picit félre tud vezetni. Nem biztos benne az ember, hogy mikor találja el és mikor nem. Ezért szeretem jobban backstabbelni őket. Mint mondjuk most. Most is olyan, hogy a pajzsát ütöttem volna, de mégis se védte le a dolgot, szóval... Értitek? Ezt nem így terveztem. Ez sem így. Guardbreak-et akartam végrehajtani és egy animációval megölni a csávot, de... Úgy fest, hogy ez nem nagyon jött össze. Hello? Ez az gyertek egyenként. Úgy nem. Ez PvP-ben egész hatásos, hogyha valaki egész végig technősként viselkedik a páncélja mögött, mint ahogy én is teszem általában. Bár most már egyre többet gurulok, szóval ez nem egészen igaz. És nem voltam elég gyors. De még egyszer csináljuk csak meg. És ne ülessük meg magunkat nálam. Én nem tudom, hogy hordani kell-e a koronát.
ahhoz, hogy megkapjuk el az animációt, de minden esetre fel fogom venni, szerintem. Szóval, jön. Mert inkább nem is animációt, hanem dialógust kellene mondanom. De szerintem értettétek, hogy mire célzok. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy újat hallottunk-e, vagy régit, de... ja, valamit hallottunk. És ez a korona tönkreteszi a sérumon. Plusz még hülyén is néz ki. Dark Blood Helm. Hirtelen nem tudtam mire vélni azt a dolgot. Oké, azt hiszem végeztünk most már valóban. Crown of the Old Iron King DLC-ben nehéz volt. A Crown of the Ivory King valószínűleg még nehezebb lesz. De én állok elébe, haver. És elzsibadt a fenekem. Szóval, ja. Na mindegy, köszönöm, remélem, hogy tetszettek ezek a videók. Viszlát a következő DLC-nél, és addig is sziasztok!